Karácsony másnapján is több ezer adag meleg ételt osztottak ki országszerte a rászorulóknak. Ma is több ezer adag meleg ételt osztottak ki országszerte a rászorulóknak, csak úgy, mint az elmúlt ünnepnapokon. Volt, ahol élelmiszercsomagot is kaptak. Nem csak hajléktalanok, hanem sok kis pénzű ember is beállt a sorba. Az egyik ingyen konyhán a karácsony esti adagok mind elfogytak. A konyha vezetője szerint ilyen a fennállásuk óta nem történt. Ez pedig már a fővárosi Blaha-Lujza tér. Még 2 óra van az ételosztásig, de már most több százan várakoznak. A kép vegyes, nem csak hajléktalanok, hanem kispénzűek, kisnyugdíjasok is állnak a sorban, akik nem engedhetik meg maguknak a luxust. De vannak itt például gyerekek is. Te például hány éves vagy? 5 éves. Zolika anyukájával és még 2 kisebb testvérével vár az ebédre és az élelmiszercsomagra. A segítő oldalon is ott vannak a legkisebbek. Segítek a kisásoknak így. A szervezők szerint napról napra többen érkeznek, és nem mindig elég a több mint 1200 adag étel. A csillaghegyi konyhánk az teljes gőzzel működik, ezzel együtt tegnap előfordult 25-én, hogy nem jutott mindenkinek étel meg csomag. Ilyen még nem volt. Segíteni még az ünnepnapok elmúltával is lehet a rászorulókon. Az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonala december végéig él. Ezzel hívásonként 250 forinttal lehet támogatni az Ételt az Éhezőknek programot.